Igen. Horváth György, itt van már a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál alapító igazgatóját. Igen, pont azt mondtad, hogy melegek a poteleket. Igen, amikor gyorsan váltják egymást a vendégek, akkor bizony nincs idő kihűlni. Végre újra a Titanic. Igen. Az egyik hogyan Magyarországon elfogadtak. Hogyan készültek? Holnaptól, ugye más tart van? Igen, ma nyitunk gálával, és holnaptól már full üzemmód jövő csütörtök estig, úgyhogy igazából most van a legjobb időszak, már nem tudunk belenyúlni, már nem tudunk változtatni. Tehát... 34 film, 27 ország, igen, rengeteg. Igen, és azért azt komolyan gondoljuk, ez szerintem egy jó jelmondat, hogy a film, a fesztivál, ami összeköti a világot, tehát hogyha arra gondolok, hogy milyen büszkeség az, hogyha egy magyar filmnek sikere van, én meg azt mondom, hogy akkor most pedig mindenki nézze meg, hogy milyen kontextusba kerülnek be az Enyedi Ildikó Testről és Lélekről filmje, vagy a Török Feri filmje. Most akkor nézzünk meg egy Fülöp-szigeti filmet, egy brazilt, egy spanyolt, izlandit, különböző szekciókban, úgyhogy ezért csináljuk az egészet. Mit tesz azon, hogy milyen kontextusba kerül bele? Hát az, hogy ugye nem pontosan tudjuk, hogy ezek a fesztiválok alkalmanként mit jelentenek. Szakmabeliek tudják, de aki ott van a moziban van, az inkább ahhoz szokott hozzá, hogy blockbustereket, sikerfilmeket lát a multiplexben. De a fesztivál összefüggés rendszerét, ami ugyanannyira szövevényes körben, mint az amerikai filmvilága, az egy tök izgalmas dolog. Vagy pontosabban, amikor filmfesztiválokról hallunk, akkor mindig valamilyen tematikát szeretnénk mellette még felsorakoztatni, hogy az alapvetően mire koncentrál, vagy mire fókuszál. Igen, de ugye pont ez a lényeg, hogy a média, a közönség és a megfogalmazás, tehát amikor PR-kodunk, akkor jó lenne tematizálni dolgokat, de az, hogy alkalmanként, például én most a Berlini Filmfesztiválon még láttam két-három olyan filmet, amit el tudtunk hívni, tehát mint én a Ola Gávernek, a norvég srácnak a zseniális filmje, amit a saját Erkiéről csinált meg, a családjáról, és ahogyan ő látja a világot, Erkiemről a világ a címe. Ezt nem lehet tematizálni, hogy mibe illeszkedik be, hanem jön egy filmrendező, és azt mondja, hogy honnan tudok én fogalmazni egy látásmódot. És hát igazából ezt a varázslatot akarjuk megmutatni, hogy nagyon jó lenne motivumokat látni, de ez tök véletlenem. Véletlen, hogy mi kerül éppen akkor egymás mellé, a szerkesztői önkényen túl, és nagyon véletlen az, hogy éppenséggel milyen rímek lesznek hangsúlyosak. Tehát az, hogy nekünk olyan szerencsénk van, hogy miután megalapodtunk, hogy a Török Feri film 1945 nálunk debütál, és akkor mellette a Konchalovsky filmje ugyancsak 45-ig készült tematikában, fekete-fehér esztétizálásban, akkor rögtön adódik a film, össze fogják hasonlítani, pedig nagyon egészen más megközelítésmód. De ez egy szerencsés párosítás. Hol lesz a fesztivál? Mert a Csilláról is lógnak mindig az emberek a Titanicon. Hát, Uránia a központi helyszínünk, a Toldi az egy régi mindenterme, és egy új helyszín, ami egy ilyen barátság, szakmai összefogás eredményeként. A Színház és Filmművészeti Egyetemnek van egy Audrey színpad, amit inkább a színházi előadásaikról ismernek, vizsgahelyszín, és mi pedig beköltözünk oda, és felültünk egy pop-up cinemát a fesztivál idejére, tökéletes digitális hanggal és képpel. Mégis, hogyha a következő 2,5 percben még szeretnél arra fókuszálni, hogy valamivel felhívd a fesztiválra a nézőinknek a figyelmét, akkor melyek, vagy milyen filmek lennének ezek? Hát igazából azért van elfogultság is, tehát én szívesen mondok személyes kedvencet, mert van, ami úgyis megtalál a közönség, tehát ilyen bizonyos erős műfajú dolgokat nem kell kiemelni, de az, hogy nekem van egy kedvencem, a Terence Davis egy kortárs filmrendező, a legnagyobbak közül való, és kevesen ismerik a nevét, és ő megcsinálta az Emily Dickinsonról egy filmet. A Lélek saját társat választ, ezt a Dickinson soriból kiemeltük, és a film Emily Dickinson életéről szól, de különben gyönyörű szép formanyelven és egy olyan szerethető kontextusban, hogy kiderül, hogy ez egy ragyogó szerethető egyéniség volt, csak nem tudtunk arról, hogy ő hogy él meg ezt a küzdelmet, hogy hogyan képzelhető, hogy hogy éli meg. És ez egy gyönyörű szép film, és ráadásul Cynthia Nixon játszik benne, akit annak idén a Sex és New York-ban láttak, még azt is tudom csábítani a filmre, aki esetleg csak amiatt figyel, hogy egy sztár van benne. Ez egy nagyon érzelmes, nagyon izgalmas. Bocs, de nem bírom ki, de nőügyekkel akkoriban is keveset foglalkoztak, úgyhogy Emily Dickinsonról viszonylag keveset tudtam. Igen, és hát az egy érdekes dolog, hogy hogyan élek én meg, mint egy küzdelmet, hogy nincs sikerem, csinálom, amit csinálok, teszem a dolgomat, majd halála után a legragyogba szeretettebb egyéniségek közé kerül be, mint művész. Halála után. És akkor ez pedig a Terence Davis egy nagyon izgalmas módon csinálja meg a filmjében. Hány országból kerülnek most ide alkotások? 27 ország. Tehát ebben van egy olyan térkép, amiben az volt, ugye ez egy nemzetközi filmfesztivál. Van új belépőtök?
Van, Fülöp-szigetekről nem volt, Brazil eszméletlenül régen, viszonylag ritkán van Kína, és sokszor van Dél-Korea, de most ez is volt, és amerikai függetlenek külön, versenyben van francia film, dán, finn, új-zélandi, úgyhogy... Magyar csak a török Ferencen egy igen, felett? Ugye ez azzal függ össze, hogy kivel sikerül megbeszélni, hogy a premierje pont a fesztivál körül legyen, ne legyen más elkötelezettség, ez egy bonyolult összefüggés rendszer, van akinek szerződése, vagy mikor kell, hogy bemutassa a filmjét. A Feribe ezt meg tudtuk beszélni decemberben, és nagyon-nagyon várjuk a premierjét. Az ország egyik legjobb nemzetközi filmfesztiválja április 6-a és 13-a között Budapesten párhuzamosan három helyszínen. Köszönjük szépen! Köszönjük. Mi is köszönjük!